Üdv mindenkinek! Hát így, munka meg a holiday miatt egy pár videó kimaradt, de most már enni fognak, ha csak nem lesz egy újabb holiday. De ha lesz, akkor arról is lesz videó. Na de, mai videó. Ha már ilyen nagy meleg van, meg nyár, meg minden, akkor itt az ideje egy nyári outfitekből álló videót összerakni. Úgyhogy gondoltam, meg is teszem, és hát nézzük az outfiteket. Az első outfit, ahogy látod, egy sötétkék rövid nadrág, egy nagyon laza. Szinte nem is érzed, hogy rajtad van. És hát ehhez egy sötét kék póló. Ami ha hiszitek, hanem két fontba került. Ez így egy napszemüveggel, egy fehér cipővel tökéletes. A sapit, ha akarod, felveszed, ha nem. Tőled függ. Ez lenne az első outfit. Ugye nagyon laza. És hát igazából 8 fontba került. Rövid nadrág és hol. Úgyhogy szerintem ez már magáért beszél. Na de nézzük a következőt. Csak a rövid nadrágot cseréltem meg. Igazából nem a legkényelmesebb, de jól néz ki. Ez már egy picit komolyabb. És hát ugyanúgy te döntöd el. Sapival vagy sapi nélkül. Napszemüveggel vagy napszemüveg nélkül. Ahogy gondolod, igazából ez lenne a második outfit. Na de, mi van, ha te nem vagy oda a sötétebb színekért, meg ugye nyár, meg minden, akkor cseréljünk pólót. Ez a póló megint csak H&M. És mennyi volt? 2 font. Először azt hittem, hogy kicsit fura lesz a szín, de igazából jó. Úgyhogy már egy póló cserében, ahogy látod, már egy teljesen más outfitet kapsz. Ha már ennél a színnél tartunk, akkor maradjunk is itt. A sebb tapasz, ugye? De nézzünk egy teljesen más outfitet, egy ilyen tengerparti séta. Például képzeljük el. Erre itt van egy ilyen outfit. Fehér ing, egy sapi, ha gondolod, nagyon fontos, és hát ez a sebb tapasz rövid nadrág. Igazából nem vagyok egy H&M fan, de láttam, hogy fúj a szélben, ezért bementem, és hát ezekkel jöttem ki. Úgyhogy egy ilyen tengerparti séta, felveszed ezt, és mehet sétálni. Na de. Jó, ha megcseréljük a rövid nadrágot, akkor ez már egy ilyen nyári esti parti, alkalmasabb outfit. És nézzük a következőt, inkább már estére. Már nappal is felvetett, ha nem lesz nagyon meleged. Szerintem itt sapival jobban néz ki, de te dönted el. És hát ez igazából bárhová jó. Persze azért esküvőre nem. Hát és így a végére hagytam a legkülönlegesebbet, amit tényleg a hajamhoz illik. Nem más, mint ez, az Ace Ventura outfit. Nem is rossz! És hát a fekete trikó helyett igazából vehetsz fehéret is. Vagy ha tényleg ilyen állat vagy, akkor ne legyél semmit. Csak az ing, és ennyi. Úgyhogy ezzel a búcsúzom is. Ha csak egy outfit tetszett, már megérte. Ha nem, hát nem. Ez van. És hát szerintem a legfontosabb, hogy iratkozz fel, lájkolj,
és nyomd meg a csengőt. Peace.